Sziasztok! 2023. november 12. vasárnap délután ismét hétágra süt a nap, úgyhogy megyek bringázni, ha van kedvetek, várlak benneteket most is. Terv pedig az lesz, hogy innen átmegyünk Pécs udvardon az Újpetrei útra, onnan Palkonya, villány, kövesd, villány, aztán majd meglátjuk, hogy hogy érünk az idővel, és honnan fordulunk vissza. Örülök ennek a jó időnek. Sajnos pénteken, szombaton szinte egyfolytában esett az eső. Már nagyon kellett ez a napsütés. Közben látjátok, milyen szépek a levelek? Igazi őszi színek mindenhol, csak eddig nem beszéltem az autók miatt. 11 fok van, van egy közepes déli szelünk, de azt hiszem ez novemberben ez bőven belefér. Rásegítés nincs bekapcsolva, úgyhogy egy rendes, hagyományos bringaként megyek most. Ha majd bekapcsolom a rásegítést, ezt előtte mindig fogom jelezni. Mondom majd az erősségét is, és azt is, amikor kikapcsolom. De majd ezt a monitoron úgy is lehet látni. A kép tetején a piros nyíl mindig mutatja az aktuális fokozatot. Hú, de szépek itt is a levelek. Itt van az ősz bizony, keményen. És ahogy láttam, az árnyékosabb szakaszokon szépen megmaradt a nedvesség az úton. Mint itt is például. Ezeket majd próbálom kerülni. Ez Pécs iránya és a mecsek. Akkor kerékpár túránál mindig úgy szoktam felöltözni, egy kicsit fázzak, menet közben úgyis bemelegedünk. És érkezünk Pécs udvárdra. Ennél a kereszteződésnél most nem megyek egyenesen le a zajba. Szerintem teljesen vizes az aszfalt, hanem lekanyarodok itt jobbra. A falunak a kis utcácskájába. Ez a Széchenyi utca. Hamarosan itt már el is hagyom Pécs udvardot. Lassan rátérünk az Újpetrei útra. Hello! Ismerős lehet ez az rész, ahol most megyek. Ki látta az előző teszt videót. Pont így haladtam Újpetre irányában. Csak akkor elmentünk ugye Egerágra, Szökéd onnan Átára, csináltunk egy kört és jöttünk vissza. Most lesz túl nagy távolság. Ugye már vasárnap délután van, szerintem ilyen egy óra fele jár az idő. Sötkor már sötét van. Közben itt egész szépen bemelegettem. Kicsit lehúztam a pulóver cipzárját. Föltűrtem az ujját. Mert akárhogy is 11 fok ide vagy oda, dombon felfelé azért kimelegszik az ember. Jaj, de szép az őszi búza. Az előbb láttam három kerékpárost, csak nem volt bekapcsolva a kamera. Úgyhogy van itt bringás élet rajtam kívül is. És most a forgalom is talán kisebb, de ezt nem merem elkiabálni. Olyan melegen van, el kell állnom. Inni egyet meg vetkőzni, úgyhogy egy kis technikai szünet következik. Ez a kellemes idő, ez még engem is meglepett. Trikó, póló már le is ugrott. Azért egy tartalék pólót mindig hozok magammal, meg van még egy hosszú ujjas pólóm is. Ezen a kapucnison kívül, de hát muszáj, mert estefele már nagyon hűvösek tudnak lenni. Az az irány ott Kozár Misleny, és mindjárt következik az útnak a nem szeretem része, ez az újpetrei szakasz itt végig. Ez egy ilyen puszta terület, egyenes végig, ingerszegény. Az egerági bekötőig lesz egy kis emelkedő, onnan viszont Újpetreig nagyjából lejteni fog, és ez visszafele már csak rosszabb lesz. Fordulunk rá lassan az Újpetrei útra. Villány Újpetre egyenesen tovább. És egyúttal kezdünk szembefordulni a széllel is.
Na már érzem. Itt az enyhe emelkedő és a szembeszél miatt azért dobok rá egy ekofokozatot. Rásegítésnek jó jön. És négyesbe haladok. Négyes fogaskeréken. Gyönyörűen besegít az ekofokozat. Ugye ez a legkisebb. És 90%-on van még az aksi. Ez itt előttünk az egerági bekötő. Mi megyünk tovább egyenesen. Innen már enyhén fog lejteni, úgyhogy a villanymotort ki is kapcsolom. Puszta terület az egész, síkság. Azért vannak helyek közel. Itt is egy kerékpáros. Hello! Köszönt, visszaköszönt, rendes volt. Hazafelé ugyanerre fogok jönni, úgyhogy remélem ez a szembeszél segítségemre lesz majd. Ha csak addig el nem áll. Volt már ilyen, Murphy. Szépen becsendesült a forgalom, ez az, amit szeretek. Itt vége a jó útnak, és a régi aszfalt vár minket. Hogy ebédidő van, szerintem aki már elindult, megérkezett. Mi meg lemondtunk az ebédről, egy jó kis kerékpározás miatt. Viszont egy gazdagabb reggeli volt. Az egerági bekötőtől jó kis gurulásokat szoktam rendezni Újpetréig. De sajnos ez a szembeszél miatt most meghiúsult, de azért egy 20-22-vel így is lehet haladni, rásegítés nélkül. És azt kell, hogy mondjam, majdnem melegen van. Olyan szép idő van. A szél ellenére is. Tiszta tavasz. Hamarosan Újpetre. Megint eljött mellettem egy bringás. És nézem az életkort, zömében középkorúak, és meg fogtok lepődni, idősek. És az is lehet, hogy esetleg páran osztrákból költöztek át hozzánk. Ha benne van az is, itt nem olyan jellemző nálunk egy-két kivétellel, hogy az idősek kerékpároznának. Így 70%-ban országúti bringások jöttek el mellettem. Szépen beöltöztek, egyen nem volt láthatósági mellény, vagy ilyen neonzöld kabát. De látom, ebben is fejlődés van. Szépen húzzák föl lakott területen kívül a láthatósági dolgokat. Ezt is csak pártolni tudom. És annak drukkolok, hogy hazafelére is maradjon meg ez a szél. Az nagyban segítené a hazajutást. Sokkal kényelmesebb lenne. Na most megint egy ilyen kis forgalommentesebb szünet szakasz van. Ami nem baj. Ha lehet látni, mennyi eső volt, megállt a víz, de azért elég jól felszívta a szántóföld. Ebből is látszik, hogy megint azért csapadékhiány volt. Szépen komótosan be is sasszéztam Újpetrére. Focipálya mellett vagyok. Csokolom. Hölgy volt országúti bringával. Le a kalappal, le a kalappal. Ja, és idős hölgy, bocs. Ez az, amiről beszéltem. Fiatalok hol vannak? És itt a templom. Csertesség. Hát gyönyörűen szépen van restaurálva, 1763-ban építették. Itt kell lekanyarodni Vókánynak, én megyek tovább egyenesen. És ez már bizony az egyes fokozat. Hátul a legnagyobb lánckeréken van, villany még nincs bekapcsolva, de most jöhet az Eco és Tour. Ha lenne háttámlája, azt mondanám, hogy simán hátradőlve tudom kitekerni ezt a dombot. Persze ez rövid domb, de azért meredek. És mindjárt fönn vagyunk a tetején. És teszem is vissza. Ekóra. Kikapcs. És
És milyen forgalom van még mindig? Nem hiszem el. Szopakoltam hármasra, és ez már így egyenes szakasz. Hóta nézzetek, milyen lánc jön. Vagy négy autó. Igen, úgy néz ki, vége az ebédnek. Szembeszél, csak úgy süvít. Most még rám is húzták az autók. Próbálok kicsit hangosabban beszélni, mert szerintem elnyomja a szél a hangom. A táj az valami gyönyörű. Ahogy érkezünk a Villányi hegy közelébe, egyre szebb és szebb lesz. Én meg egyre rekedtebb. Igazán festői ez az út a fasorral. És következő település az Palkonya lesz. És elvileg ez egy lejtő, ahol haladok éppen, de ebből semmit nem lehet érzékelni a folyton fújó déli széltől. Annak azért örülök, hogy itt árnyékban, az erdő mellett nem vizes az aszfalt. Itt bevallom, számítottam egy kis nedvességre, nyírkosságra, de a szélnek azért van előnye is. Mellettem az erdő még szépen tartja a lombozatot, de szép ez a vadszőlő. És ez már Palkonya. Milyen kis szép vendégházak vannak itt. Pertű Porta, Palkonya. Van benne pár P betű. Milyen szépen fordul itt is az út Palkonyán, hangulatos ezekkel a régi házakkal. És előttünk egy jellegzetesség, a palkonyai hagymakupolás templom. És mindjárt elhaladunk a templom előtt. Aztán itt lekanyarodunk majd balra, benézünk a pinceházakhoz. Csörtessék! Most le is szálltam a bringáról, nem akarok itt vágtázni. Mutatom, milyen szépen megújult ez a hely. Ez nekem új, ezt még nem láttam. Parkoló, panzió, étterem, bowling. Régi pinceházak. Nézzünk be ide. Jaj, de szépen meg van csinálva itt is az ablak, a bejárati ajtó. Nagyon jól rekonstruálták. Ez pedig itt a Vadvirág vendégház mellettem. És végig a pincék jobb és bal oldalon. De ezen azért már látszik az idő. Pláne itt. Hú-hú. Hát ez már lehet vagy 40-50 éves, ha nem több. A fa már egészen ki van szálkásodva, korhadva. Mint valami nepáli ház, olyan. Van itt egy kis elágazás. Szerintem erre lenézzünk tovább. És akkor menjünk tovább. Ne csak így ráérünk tolni. Ez sem mai 1886-os. Innen jöttem, újra kiértem az úthoz, és menjünk lejjebb. Ez itt rögtön fönt a haraszti pincészet. Apró kis házikója. Szép ez a présház is. A hordó kín van előtte a hamutartóval. És ez a kis lámpa, nézzétek, milyen hangulatos. Szerintem itt lassan meg is fordulunk, mert idővel nem állunk jól, hát azzal sosem állunk jól. Haladunk tovább Villánykövesdre. Na itt akkor Nyergely. A villanymotor továbbra is ki van kapcsolva, sőt már a komputer is kialudt. Nem kapcsolom vissza, még egyszer mutatom ezt a szép pincét. Mielőtt rátérnék az útra. És akkor gurulás a vasútállomás felé.
Hű, de megduzzadt a patak. Volt csapadék bőven legutóbbi időben. Volt utánpótlása az esőnek. Ide rottyos itt az út. És ahogy látom, minden egy ilyen árnyékosabb, nedvesebb szakasz jön. Nyírkos, párás, vizes az útfelület. Nem tud felszáradni. Megint jön autó. Folyton jönnek. Én nem tudom. Bent hátrébb egy szép tó van. Sajnos a fátyol felhőzet elvitte a napfény nagy részét. Azért bízom benne, így is lehet valamit látni. A nádasos rész. Talán majd előrébb jobban rá lehet látni a vízre. Erről a szakaszról sokkal jobb kilátás nyílik a vízre már. Éppen most szállnak fel a récék. Most vagyunk a legközelebb a tóhoz. Milyen szürk és barnák ilyenkor már az őszi színek. Hú, ez a fátyol felhőzet sokkal jobban lenyomja a hőmérsékletet, mint gondoltam. Villanymotor nélkül 3-as fokozatban vagyok. Szép tempót lehet így is diktálni. Így 21-jel megyek most. Tóhoz nem megyek le a sár miatt, mutatom innen. Itt két tó van, és innen etetik a halakat azzal a kis ladikkal. A hal eledel, az a nájlon alatt volt letakarva. Nagyon szép ez az útszakasz, mondtam is. Ahogy közeledünk a Villányi hegyhez, minden megszépül. Itt legalább van egy kis látnivaló, van egy kis szint, ellentétben újpetrei ingerszegény úttal. Ott a vasút simpája. Rögdesen érkezünk is be Villánykövesdre. Villánykövesd! Itt is egy tükörasfalt, nemrég csinálták. Hibátlan minőség. Szépen felfestve rá a sok terelővonal. Csak le van fogyva a szám. A Hotel Cabernet. És innen indul majd a kerékpárút. Erre fogok rátérni, ha már voltam a pinceházaknál. Ez is egy új építésű bringa út. Sajnos nem hosszú, csak Villányig tart. Hotel Cabernet, sárgaház, burgerező. Itt föl lehet menni ezen az utcán a pinceházakhoz. Itt van két további kis utcácska, de csak lentről fogom mutatni egyelőre. Aztán, ha lesz idő, lehet, hogy föntről is. Mint a moziban, stadionokban, eltolva egymás fölött vannak a pinceházak. Lángpince. A régi öreg présházak szépen felújítva. Jó, és én itt a parknál meg is fordulok, vissza pillantóból nem jön senki, és fölmegyek arra a kis utcácskára. Itt ágazik ketté a pince út. Az a legfelső szint, ez pedig itt a középső pincesor utcája. És az előbb ott voltunk lent az úton. Látom, a muskátlik itt még kim vannak, nem baj. Jól néznek ki. A leandereket én se hoztam be. Tegnap már egy ilyen -1 fok volt a kertbe, az udvarban még csak 0, ott nem volt fagy. Úgyhogy azok még bírják. És azért fölnézek egy utcával följebb, és ott már csak egy pinceház lesz. Ez itt az Y, és akkor egy utcával odébb. Ja, nincs bekapcsolva a villanymotor.
abszolút ki van kapcsolva a komputer teljesen a gépen. Hát jó, ezt most már kihajtom. Isten hozott Blum pince. Ja, jó öreg Görögország jut az eszembe róla, mondanom se kell. Kitalálhattátok a gondolatom. És nézzétek, mi van itt. Olajfa. Ez bizony olajfa. Magával az olajbogyóval. Ebből is látszik, simán megél nálunk is. Kerékpárt ide stílusosan letettem a két olajfa közé. Igazi Görögország. Kőkemények egyébként az olajbogyó termések. Hoppá, hoppá, mit látok, oda is építettek valami újat. Pihenőhöz egy kis pavilon került fölépítésre. Esőbeállónak jó. Jegyezni kell ezeket a helyeket, sose lehet tudni, hogy hol kap el az eső. És az ott már villány távolban. Egy óriás hinta, na hát, ezt ki fogom próbálni. Rögzítés remélem bírja. Villánykövest, Blum pincészet. Na, akkor csúcs. És már lököm is magam előre. Ez Hawaii. Hopp, már ki is ugrottam a hintából. Na, akkor nyergelek a Blum pincétől. Közben jó befüstöltek valahol. Befűtöttek egy utcával lejjebb. Végig füstös minden. És tudjátok mit? Úgy döntöttem, hogy szánok időt rá és elmegyek villányig. Max sötétbe jövök haza. Itt pedig rákanyarodok a kerékpár útra, amit ugye mondtam, hogy nemrég csináltak. Tényleg milyen hűvös lett. Szerintem egy ilyen 5-6 fok van talán. Hogy megduzzadt a patak. Hihetetlenül látom. Jöttem erre nyáron. Alig volt az alján egy kis víz. Most megtessék. Ki se látszik némelyik vízi növény, csak éppen hogy a hegye. Villány innen még 4 kilométer. Most van 3 óra. Előttem a régi tégla égető kéménye. És sehol senki az úton. Na ezt nagyon csipázom, amikor ilyen szép kerékpárútunk van. Jó lenne, hogyha Péccsel össze lenne kötve. Ha, itt is egy kisebb tavacska alakult ki. És a Sánc túloldalán van a vasút. Ott futnak a sinek. Hú! Lassan vissza kell húzni a pulcsit. Hazafele még meg a pót hosszú ujjast is. Ezt már biztosan látom. Kezd hűlni a levegő. Van egy ilyen keskeny szárazulat. Ezen próbálom navigálni a bringát. Jól néz ki, ahogy kipárolog a patak. Enyhén lehet látni a gőzt fölötte. És közeledünk a Fülemüle csárdához. És a hegy tetején még látszik is a kilátó. Szuper idő van, a hűvöset leszámítva. Viszont állnak a nádak, nem mozdulnak a falevelek. Elállt a szél. Úgyhogy hazafele menetszél lesz. És ebben a pillanatban megérkeztünk. Villány, Villand. Innen hirtelen újra festett lett a kerékpárút. És még jobb a minősége.
és beérkeztem Villányba. Közben megint kellett egy rövid technikai szünetet tartanom. Felhúztam gyakorlatilag mindent, amit találtam magamra. Most már nem fázok. És megérkeztem a pinceházak mellé, de kapcsolok egy villanymotort. Túr! Ez a kettes rásegítés itt elég lesz. Nem tudok szóhoz jutni az autóktól, mindig jön egy valahonnan. Legnagyobb lánckeréken vagyok az érközben, föl is váltottam. Csak sajnos szembefényes, ezért nem tudom mutatni a másik oldalt. Itt a pince sor vége, innen most fény irányába állok. Nem jön semmi. Na és innen most már talán valamennyivel többet lehet látni. Villanymotort kikapcsolom. És gurulás. Szebbnél szebb pincék. Annó egyszer csináltam ősszel egy felvételt. Egy filmet erről is. Még annó itt búcsúztam el a Halas és a Gere Borhotel étterem előtt, ha valaki emlékszik rá. Szépen megcsinálták, milyen jó a ház homlokzata. Ez a hagyományőrző stílus. Vendéglő és fogadó. Az erkély is jó, bár szerintem ez csak így díszlet céljából lett így kialakítva. És itt már mindkét oldalon pinceházak vannak. Ősi Gábor pincészete. Szebbnél szebb, hangulatosabbnál hangulatosabb helyek. És mindjárt jobbám így felöltözve, már nem is fázok. Még kesztyűm is van, lehet, hogy hazafele majd azt is be fogom izzítani. De mielőtt elhagynám Villányt, van egy szép templom, itt ezt szeretném még megmutatni. Ez a Móra Ferenc utca. És távolabb megyek, mert a bejárati kapu is gyönyörű. Igaz, hogy kopottas, leomlott a vakolat, de talán emiatt még hangulatosabb is, jobban átadja a korát a templomnak. Megvan a hangulata. Ha ez a kapu mesélni tudna. Na, eddig 38 Kimco. És lesz egy pirosunk. Én a vonat, feltorlódtak az autók, látom. A visszaút egyébként ugyanaz lesz, mint amin jöttem, úgyhogy sok felvételt nem fogok ott csinálni. Viszont amíg szép az idő, és fönn van a nap, addig még lesznek felvételek. Most megyünk vissza Villánykövesdre. Na, akkor menjünk így a lakodalmas menet után. De most meg tudom mutatni ennek a kis patakocskának a másik oldalát is. Ez az oldala még szebb. Nézzétek csak ezt az oldalt! Ami már sokkal vadregényesebb. Villánykövest, mindjárt itt vagyunk. Nem jön az autó. Innen. Gyerekek, megint lezárták a sorompót. Hát nem semmi, jó, hogy átjöttünk rajta. A vasút megint mókázik. Fülemüle csárda. Szép, kezd már így leszállni a köd. Szeretem az ilyen ködös időket. Persze, hogyha csak jó föl van öltözve az ember. Az előbb már fáztam. Nincs bekapcsolva a villanymotor. De hazafele azért be fogom kapcsolni, azt tuti. Most még jobban gőzölök ki ez a patak. Hú, ezt nagyon szeretem, nagyon jól néz ki ez ilyenkor. A két sánc között ez a kis kötpára. A vattapamacs. Nagyon kényelmes ám így menni.
Ezt szeretem ebben a bringában, ha egyenes az út, mármint hogyha nincsen szint, sík, akkor abszolút, mint egy normális kerékpárral mennél, egy normál, hagyományos biciklivel. Semmi plusz erő nincs a tekerésnél, hogy vidd a motort, nem kell forgatnod, nulla az ellenállása. Innen már látszanak is villanykövest házai. Kaptunk egy társat. Lehet hallani a hangját. Aha, tehát csak szólóba megy ez a dízel mozdony. Ezért volt lezárva a sorompó. Közben itt vagyunk Villánykövesden, ezen a jó kis kerékpárúton. A bokortól nem látszik, de itt van ez az új pavilon is, amit említettem. Be is megyek ide, megnézzük. Lejövök a kerékpárútra egy pillanatra. De nagyon jó, hogyha falunap van, majális vagy valami ilyesmi. Már is van egy jó kis fedett beálló. És a bringásoknak is jó. Sosem már tudni. Na nézd csak, nézd csak. Na milyen? Szép tágas. És rögtön itt a pihenő mellett úgy döntöttem, meg is csinálom a záró videót, hiszen a visszaút is ugyanaz lesz, és most már van 3:45. Szóval jó volt ez a mai nap is, jó volt egy kis mozgás, egy kis tekerés, a végére már azért hűvös lett, de viszont túlnyomó részt sütött a nap végig, a sok eső végre elment, és tudtunk egy jót kerékpározni. Azt mondja, a kontroll kilométeren 39,9 km volt eddig, ennyit jöttünk, szerintem még lesz azért egy jó 20-as hazáig, ha nem több. És az aksi az 88%-ra fogyott vissza, hazafele használni fogom azért a villanymotort, hogy segítsek, gyorsítsak a hazajutáson, de majd kiírom majd a pontos adatokat, a kilométert és azt, hogy mennyire töltődött le, mennyire merült le az aksi. Na, és akkor én el is búcsúzom itt, köszönöm, aki velem tartott, és ha minden jó megy, akkor találkozunk legközelebb is. Ciao mindenkinek, sziasztok!